Eszterházi Podcast! Sziasztok! Ez itt az Eszterházi Podcast. Én svéd Mátyás vagyok, és a mai napon a vendégünk Tövisházi Amrus, az Eriksumo Band, ma már Szumó, Peter Fibori and the Love Band, Amorf ördögök, Amorf lovagok, producere, dalszerzője, billentyűse ebben a sorrendben. Udvari bolondja. Így van. Azon az apropon vagyunk most itt, mert egy zenei workshop történt meg az előző két három órában. Ezt a workshopot az Ambrus tartotta, és ami úgy nézett ki, hogy volt egy hanggyűjtéses szekció, az egyetemnek a hallgatói, illetve a Dobó István gimnáziumnak egy pár diákja csapatokra oszlott, és különböző minőségű hangokat vettünk fel magas, mély középtartományban, és ezeket ilyen stúdió körülményekben rakosgattuk egymásra, egymás mellé, egymás alá, és Ambrus mutatta nekünk a, a mindenféle mágikus egérkattingatásokat, hogy hogyan lehet egy darab számítógéppel és mindenféle hanganyagokkal összerakni egy dalt. Ez történt ma, és hogy... Csak annyit, egé annyit egészítenék, vagy annyira egészíteném ki ezt, amit elmondtál, mert ahhoz képest, hogy milyen derekosan helyett helytálltunk mindketten ebben a munkában, ahhoz <laughs> képest szerintem nagyon klasszul Bédjok még meg mindig itt a, a gyűrődést, délután három körül. hogy Tehát, hogy a hanggyűjtésnek az volt az egyik célja, illetve fontos paramétere, hogy semmiképpen nem olyan hangokat kértem a, a kedves diákserektől, amely hangok konkrét hangszereknek a hangja, hanem kifejezetten olyan hangokat, amelyek zajok, zörejek, Különböző tárgyaknak a megütögetésével, rugással, paskolással, csörgetéssel, stb. megszólaltatott hangok. Ennek az egész kutatómunkának és ennek az egész kísérletnek az volt a, a számomra legfontosabb pontja, hogy közösen rájöjjünk arra, inkább így mondom, mert én azért azt szeretem, hogyha ez így ér oda-vissza folyamat, ez a, ez a zenei oktatás. Tehát, hogy közösen rájöjjünk arra, hogy igazából a mai technikai eszközökkel bármifajta zajból és zörejből is lehet egy zenei értelemben is értelmezhető kompozíciót létrehozni olyan, ami nem olyan, mint egy hangeffekt, vagy mint egy, mint egy sound design elem mondjuk esetleg egy, egy filmzenében, vagy egy hangjátékban, hanem hanem ilyen dalszerű dolgokat lehet különböző zajokból igazából faragni. Ez volt a célja, és meg ez, ez volt a menete is ennek a jó kis délelőttnek, és nagyon köszönöm egyébként neked a meghívást, mert nagyon, nagyon jól éreztem magam. Mindig azok a jó alkalmak, amikor tanul az ember, és én is ma tanultam egy csomó mindent. Azzal kapcsolatban például, hogy hát ez nem egy konkrét tanulás, de hogy mégiscsak azzal kapcsolatban kaptam egy érdekes tapasztalatot, hogy, hogy hogy lehet egy olyan ilyen vegyes társasággal találni a közös hangot, akik közül vannak még gimnazista vannak már fiatal felnőttek, akik egyetemre járnak. Tehát, hogy az egyetemisták közül is különböző szakokon tevékenykedő egyetemisták ültek be erre a workshopra, és ez szerintem sikerült egy ilyen jó, jó hangulatú valamit csinálnunk. Anóban Van egy ilyen adatszerű dolog, amit szeretnék így megosztani most mindenkivel. KSH adatai szerint több hang, tehát hogy több számítógép van egy háztartásban, mint mint hangszer. És hogy ezzel az adattal, hogyha kezdünk valamit, hogyha kicsit elkezdünk ezen gondolkozni, hogy habár nincs is otthon semmi a hangszer, de mondjuk van egy ilyen zenei beállítottságú emberke, akkor azt hogyan lehetne ezeket a zenéket kipréselni magával És mivel ugye a házhatásokban, tehát hogy ott van a számítógép, laptop, iPad, tablet, ezekkel ugye lehet már mindenféle zenéket megalkotni. Igazából ezt szerettem volna megmutattatni már egy olyan emberrel, aki, aki ehhez ér aki nyilván ebben az esetben az Ambrus volt, hogy hogyan is lehet tulajdonképpen a semmiből, új semmiből, hogy ami, ami, amik mellett így elmegyünk, a, a patkoppanás, a, a nem tudom milyen csörrenések, hogy ugye ezekből is lehet ugye muzsikát csinálni. Csináltunk is ebből zenét. Nyilván, hogy ez most milyen, milyen muzsikát hoz ki ebből, a, ebből az embernek a fia, vagy a lánya, ez az ő stílusérzékére van bízva, viszont egy ilyen beta, vagy inkább alfa verziós aminek ez nagyon jó kezdeményezés volt, hogy akkor megmutatni, hogy akkor ezt, ezt így lehet, itt van az eszköztár, itt vannak a hangok, ezt így, meg úgy csináljátok, és tyú, kész, kész van egy szám. Nem tudom. Hát azért nem lett teljesen kész, de, de egy jó kis Hát én azt mondtam a végén, hogy egy ilyen jófajta horror sorozatnak a főcímzenének az első verzióját sikerült megalkotni. Igen. Nem ez volt a terv egyébként, de a hangminták valahogy ebbe az irányba vitték a zenét. Ez azt szerintem jó dolog, hogyha az ember úgy általában az alkotással kapcsolatban csak arra jutott eszembe, amit mondtál, hogy ez milyen jó dolog, hogyha hogyha otthon van, van, valakiben vágy arra, hogy alkosson valamit, valami zenével kapcsolatos dolgot, és hogyha éppen talál egy használaton kívüli számítógépet, vagy vagy akár egy másra használt számítógépet, akkor, akkor bizony van egy csomó, csomó olyan zeneszerkesztő program, amelyek, amelyek akár ingyen rendelkezésre állnak, akár nagyon-nagyon olcsón beszerezhetők. És hogy csak az jutott erről lesz, hogy igen, és az, ahogy én csinálom a zenét, vagy ahogy én szoktam ugye általában nekiállni egy-egy dal szerzési folyamatnak, a Vötőn ugye alkalmazott zene, zenéknek az írásából, Élek főleg. Ott általában szokott lenni egy ilyen konkrét feladat, hogy mondjuk kell egy 30 másodperces, nem tudom, reklámspotot csinálni, vagy egy filmzenéhez kell egy két és fél perces, vagy inkább két perc, 37 másodperces összekötőzenét csinálni, ami két jelenet között a feszültséget feloldja, vagy megteremti. Ezek viszonylag konkrét feladatok, és mindig nagyon-nagyon jó, amikor amikor arról van szó, hogy hát csináljuk azt, hogy csináljuk, csak csináljuk azt, hogy fölvesszük a, nem a hangszert ez, ez esetben, hanem fölvesszük a, hang, mint, a hangmintákat, itt, a, amelyeket itt rögzítettünk délelőtt, és egyszer csak majd lesz, ami lesz. És, és a majd lesz, lesz ami leszből lett egy ilyen, lejét lett egy ilyen nagyobb, szerintem egy nagyon hangulatos kis dalkezdemény. De ez a dolog, amit, amit most így műveltünk, így délelőtt, ez, ez nem az én fejemből pattant ki, de még csak nem is, csak nem is mondanám azt, hogy az én koromnak, a, vagy az én ifjúságomnak a korából származik ez az ötlet. Az a fajta technika, hogy talált hangokból különböző, különböző helyről származó, teljesen különböző helyről származó hangforrásokból készíteni zenét, az igazából a 40-es, 50-es évekig nyúlik vissza. Volt egy muzik konkrét nevű mozgalom, jól tudom, elsősorban az 50-es években volt a, a a fény, fénykora a mozgalomnak, vagy a kicsúcsosodása, ahol ilyen korai, egyrészt ilyen lemezjátszó manipulálással, tehát lemezjátszók, különböző sebességű lemezjátszóknak a, az összemixelésével. Aztán picit később, amikor a, amikor a mágnes szalagos korai, korai magnó kísérletek már lehetővé tették, akkor a, a magnószalagoknak a manipulálása volt, tehát konkrétan a magnószalagokra felvett anyagok a kézzel való szétvágásával és összeragazgatásával értek el egy, egyfajta különleges hatást, és ugye ennek az egész muzik konkrétnek az a lényege, hogy, hogy a hangforrás maga az, ami, ami a, a, zenének az, az, elemi egysége, tehát az a, az a négyes legó amiből a, amiből a Lego vár fölépül, ami, ami a zenében az alapelem, az tulajdonképpen bármi lehet, és nem feltétlenül kell -e egy hangszernek lennie, nem feltétlenül kell -e egy, egy zenére kitalált tájnak lennie, hanem, hanem bármi lehet a, bármi lehet az alapanyag. Ezzel én egyébként 90-es években találkoztam, 90-es évek második felében, amikor a Matthew Herbert nevű a brit zene, zeneszerző, producer, zenész, munkásságát megismertem, aki ennek a hangmintázásnak, illetve a hangminták, szemplerek használatának egy ilyen nagyon magas fokát művelte. Mindenki például aztán később a 2010-es évek elején lett egy olyan lemez, aminek az a cím, hogy One Pig, amiben egy disznónak az életét követi végig, olyan szinten, hogy a, a disznónak a megszületésétől kezdve egészen addig, hogy hogy levágják a disznót, és, azt, és aztán a zeneszerző maga meg is eszi. Ennek a, a egy, egy disznó teljes életének a a dokumentálásával kezdődött ez az egész dolog, és aztán már mint hogy mikrofonokkal különböző, különböző történéseket, amik ezzel a disznóval történtek, ő fölvette, és, és ezekből csinált egy lemezt. De én már a, a tehát még már a 90-es években voltak ilyen nagyon érdekes projektjei, például az egyik kedvenc dalom tőle, az a Battle című szám, ami a hangminták alapján, tehát ez a Wish Mountain nevű előadó néven jelent meg, de ez a, ez a Herbertnek az egyik egyik álneve, és a Witch a Battle című számát azt, azt szeretettel ajánlom mindenkinek. Ez egy tulajdonképpen egy technószám, egy minimál technószám, ami én, én, én azt gondolom, hogy szerintem kizárólag egy hangmintából, vagy egy, vagy egy pár egymáshoz nagyon-nagyon hasonlító üveg leesik a földre hangmintából készült, és egy, ez egy nagyon-nagyon különleges valami, és nekem nagyon inspiráló volt, amikor azt meghallottam. Szerintem ez egy érdekes dolog a mai napig, amiért egyáltalán lehetőségünk volt például a mai tegerben ezt, ezt az egész dolgot így végigjátszani, az egyszerűen az, hogy hogy már a hangmintázáshoz nem csak, hogy szalagos magnó nem kell, de már szemplerek se kellene, azért a szemplerek se voltak olyan egyszerű, meg megközelíthető eszközök például még a 90-es években, már hatalmas nagy ilyen rekkes akai förmedvények voltak, aminek a programozása borzasztó nagy ö, fájdalom volt a, fenékben, ahogy az angol szokta mondani. És, és manapság meg ezeket a dolgokat egy olcsó laptop segítségével és egy olcsó hangkártya segítségével simán bárki otthon kipróbálhatja. Hogy az ének zeneoktatásban, általános iskolában, gimnáziumokban olyan dolgokról tanulunk, zenetörténelem, zeneirodalom, szolmizálás, egy kicsi szólfés. ezeket csináljuk úgy, nagyjából ilyen énekórákon, meg zenehallgatás. Azt érzem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy túlsúlyban van a komoly zene, és nem, nem, nem nyitunk a könnyű zene felé. És talán már az is, már az is ilyen, ilyen hát nem problémának tartom, de hogy, hogy, így, hogy így kettészedjük ezt, hogy könnyű zene. Komoly zene. Ennek a. Tehát, hogyha az ember olyan dolgokat akar csinálni ének órán, ami, ami például jobban behozzuk a könnyű zenét, vagy az ilyen számítógépes zeneszerkesztést, akkor lehet, hogy mi már annyira nem képviseljük a Nemzeti Alaptantervnek az előírásait. Hát végül is ez, ez nem probléma, hanem egy más platformra kell vinni. Azt érzem az oktatást, hogy az iskolán kívülre, hogy az iskolán kívüli zenei nevelés, hogyha szeretne ö, csinálni az ember, hát akkor ahhoz ö, nyilván az iskolán kívül egy másik intézmény kell, és hogy, hogy akkor ott már lehet így szabadabbra engedni a fantáziát. Még a podcast adás felvétele előtt beszéltünk, hogy beszélgettünk arról a, a Amrussa, hogy, hogy más országokban ugye milyen szituációja van, vagy milyen helyzete van épp az ilyen stúdió munkáknak, milyen támogatottsága van, meg hogy milyen ö, ilyen iskolák vannak kiépülve. Ez szerintem ideje lenne itthon is elkezdeni. Én nemrégiben hallgattam igen egy, 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 olyan ilyen szakmai podcastot, ilyen mixelés és masztereléssel kapcsolatos ilyen szakmai podcastot, egy amerikai podcastot, amelynek egy, volt egy epizódja, ami azt taglalta, hogy, hogy az USA-ban milyen, milyen, városokban, milyen szintű zenei oktatáson is hány fajta iskola van, és azokban az iskolákban milyen fajta, elsősorban a, a gyakorlati lehetőségekre kihegyezve, vagy milyen stúdióidőt és milyen fajta körülmények között tudnak okulni az ott tanuló diákok, és hát a, a, a sárga irigység és az ámulatba esés között szédelektem valahogy, miközben hallgattam, vagy, vagy inkább mondjuk a podcast a végére ebbe az állapotba kerültem, mert valami elképesztő az, hogy hogy, 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 mennyire gazdag és mennyire az, az oktatásban is mennyire intenzíven jelenlevő az a, 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 az a fajta, az a fajta gyakorlat, gyakorlati hozzáállás, ami, a, a, ami az amerikai zeneiparban, ami nyilván egy sokkal nagyobb pénzt megmozgató zeneipar, mint a, mint a miénk. Ez nem is, nem is kérdés, de nem is lehet kérdés, hogy ennek alapvetően azért ez az oka. De mégiscsak az, ahogy hozzáállnak az oktatáshoz, és az, ahogy akár kisebb iskolák is az USA-ban mindenképpen lehetőséget adnak, sőt, kötelezővé teszik azt, hogy a, az akár a hangszeres diákok, tehát azok a diákok, akik valamely hangszernek az elsajátítását. tűzték ki cél, Azoknak a diákoknak is vannak mindenképpen olyan óráik, amelyen stúdiógyakorlat, a stúdiózásnak az alapjai, a hangkeverésnek az alapjai, és ezek a dolgok vannak. Ez egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ebbe az irányba is forduljon egy-egy zenész, én azt gondolom a mai világban, hiszen azok a például azok a tartalomgyártó zenészek, akik mondjuk youtube csatornát csinálnak, valamilyen zenei témájú YouTube, YouTube csatornát, például, hogy ezzel például a saját titvallásukat, vagy, vagy valamilyen érdekes zenén belül témát feldolgozzanak, és hát azért jó sok ilyen YouTube csatorna van a világban. Tehát ahhoz, hogy valaki egy ilyet például összerakjon, és hát ezek a csatornák azért azt is tudjuk, hogy mindegyik úgy indul, hogy hogy egyszemélyes projektként, akár még, az egész nagyok is. Tehát ahhoz, hogy valaki egy személyben összerakjon egy ilyet, ahhoz bizony keverésnek a csínyát, vinyját is jó alaposan mm. el kell, hogy sajátítsa, még a masterelést is, hiszen nem mindegy egy YouTube videó esetében azt, hogy, hogy milyen hangosan szól a hangszeres rész, a zenés rész, ezeket mind kenni, vágni kell ahhoz, hogy valaki a, a akár egy nemzetközi szintéren is egy érdekes, vagy egy vállalható, vagy egy, vagy egy hallgatott és nézett podcast adást, vagy egy, vagy egy zenei YouTube csatornát létrehozzon. Én igazából, amikor hallgattam ezt a, ezt a bizonyos amerikai podcastot, akkor főleg ez, ez ami így megütötte a fülemet, és ez abszolút egybecseng azzal, amit te is mondasz, Matyi, hogy, 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 baromi jó lenne, hogyha baromi jó lenne, hogyha, hogyha hangszeres hangszeres képzést kiegészíteni egyfajta, egyfajta olyan képzés, ami a, ami a technikai részével is foglalkozik, uh -huh. mert, mert az én azt, látom, hogy vannak olyanok, vannak olyan zenészek, akiknek ez nem okoz különösképp nehézséget, viszont van a zenészeknek egy olyan csoportja, akik kifizetlen félnek attól, hogy akár egy számítógépet bekapcsoljanak, és nem tudom, megtanulják akár alapszinten a zenei programokat, ami magában nem tűnik egy nehéz dolognak, de hát csak azért melót kell belefektetni, és, és én azt abszolút megértem, hogy vannak olyanok, akik egy picit jobban óckodnak a, a, a digitális világtól, lesz, szerintem teljesen érthető. Úgyhogy én százszerzékosan egyetértek ezzel, és ez, szerintem ez baromi jó kezdeményezés, amit, amit, amit ti csináltok. Szerintem ez nagyon fontos lenne. Annyi még, hogy amit, amit, amit mondtál, a, 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 még csak gyorsan reagálva arra, hogy a könnyű zene, meg a komoly zene, vagy ilyesmi, valóban nincs ebben az formában értelme ezeknek a skatujáknak egyáltalán. Tehát, nem gondolom azt, hogy teljesen átértékelődtek ezek a dolgok, én azt gondolom. Tehát már ahhoz képest is mondjuk, amikor én gyerek voltam. Tehát, ahogy, amikor én gyerek voltam, vagy amikor én én, 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 én a tagozatos iskolába jártam, 80-as években, de hát mondjuk a 80-as években azt mondta volna valaki, hogy a Star Wars-nak a zenéje, amit mondjuk előtte két éve láttam az apukámmal moziban, hogy a Star Wars-nak a zenéje az ilyen szinten az úgymond klasszikus zenei hogy is mondjam, hagyománynak a, a megkerületetlen része lesz, mondjuk a, a, a birodalmi induló, mondjuk így a 2022-es évre, akkor kinevettem volna nyilván. Teljesen az, hogy, a, az, hogy a, a, az emberiségnek a tudatában mik azok a zenék, amik így megmaradnak, tehát nyilván van egy rengeteg olyan, rengeteg olyan popszám az elmúlt 60-70 évből, amelyek, amelyek olyan szinten fenn fognak maradni, hogy, hogy, még akár több száz éve. Hát, hogyha van több száz éve az emberiségnek, ezt ugye nem tudjuk, hogy pontosan mennyi, van. Az is lehet, hogy még csak két a, a lejárati dátum. Nem, lenne, nem, csodálkoznék rajta sajnos, de, de hogy ezt, ezeket nem, ezt nem gondoltuk volna. Ezt nem gondoltuk volna, hogy, hogy, hogy mennyi, milyen szinten átalakul a populáris kultúra abba, abba az irányba, hogy a, ami, a, ami egy ilyen modern dolognak tűnt az, időnek egy pontján, például a Star Wars, mint, olyan, az gyakorlatilag a, hét, hétköznapi. A hétköznapi életünk része lesz, hogy mindenki gyakorlatilag a föltet a, 7 milliárd emberből 5 milliárd biztos, hogy tudja, hogy mi ez a ta 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 És ez jó vagy nem, ez, ez ilyen. Ez ugyanolyan, nagy kérdés, hogy például mi, hogy, hogy a Harry Potter, meg a, ez a Harry Potter kérdés, ez mindig, fel, mindig szóba kerül ugye, az irodalom oktatásnál, hogy miért nem olyan könyveket olvastatnak a gyerekekkel, ami például a Harry Potter, amit biztos, hogy elolvasnak. Nem tudom, én ebben nem tudok annyira nagyon állást foglalni, mert én a Harry Pottert, a számomra Harry Potter ez nem volt egy ilyen fontos, vagy nem tudom, nagy, nagy olvasmány. Nyilván a koromból kifolyólag is, hogy ez már akkor érkezett a Potter, amikor én már készen voltam, mint ember, azt gondolom. Igen. <laughs> az biztos, hogy a, az, az a kérdés, ami emögött van, hogy, 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 hogy megfordítva a kérdés, hogy van-e értelme teljesen lejárt szavatosságú, sok, sok száz éves olvashatatlan olvasmányokkal tömni a gyerekeknek a fejét, amikor még olvasni se tudnak rendesen, azt százszorosan egyetértek, hogy nem. És ugyanígy a zenében is biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan csomó olyan, tehát az biztos, hogy a, a, a zenét, a, a zenével való ismerkedésnek az első fázisa mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy a, a, témának a megszerettetése azzal, aki, azzal, aki, a, a, aki, a, aki a, diák, vagy, az a, a, vagy, azzal, aki a tanuló. Tehát, tehát, tehát azt hiszem, az, az, az első, hát mint a horgászatnál, érted? Kapja be a horgot. Tehát, igen, hogy csinálni valami olyan dolgot, ami, amivel megnyered. Tehát uh -huh. nem, biztos, hogy a, nem biztos, hogy a Kodály Zoltánnak a baromi nehéz kórus művei az első olyan dolog, amivel kell az oktatás kezdeni. mű például, oké, nem azt mondom, hogy ezzel kezdtük, de én énekzenetakozaton ugyan elég sokat ilyet, vagy elég sok ilyennel találkoztam a, amellett, hogy én szerettem kórusba énekelni, de hát azok a kórusművek, amikkel, amikkel én vagy minket terrorizáltak, vagy traktáltak, azok azért sokszor. Tehát tényleg olyanok voltak, hogy ö, nem. Tehát, hogy van, be, van azért so, 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 sokról ilyen kellemetlen élményem. Ugyan, ugyanúgy sok zenéről is van kellemetlen élményem, és egyszerűen lehet, hogy csak a tálalás, lehet, hogy csak az interpretációnak a, a módja volt a rossz, mert mert viszont gimnáziumból csak jó élm, élményeim vannak, egy fantasztikus énektanárom volt gimnáziumban. Ö, aki borzasztó érdekes, borzasztó énekórákat tartott, ráadásul nem is kaptunk osztályzatot énekből, ami miatt ugye a legtöbb osztályzatásomat egyáltalán nem érdekelt a dolog engem, viszont annál inkább érdekelt, és, és tehát hogyha egy nehéz témát is, tehát például a baknak a zenéjét, ami nem, egy könnyű, nem egy könnyű falat, például én a, a gimnázium énektanárom Drucker Péter által ismertem meg, vagy tudtam befogadni hmm. olyan szinten, hogy, hogy, hogy annak tényleg így azt gondolom, hogy helyére került így a, a, a fejemben. Szóval ezek nem könnyű kérdések, hogy milyen zene, milyen zenével érdemes kezdeni, milyen kategóriákat érdemes egyáltalán felállítani, egyáltalán kell kategóriákat felállítani mm. egy ö, zene oktatás során. Az biztos, hogy abban úgy látszik, hogy egyetértünk százszerzalékosan, hogy a gyakorlati rész, akár a, a Köznevelésben az ének oktatásnak, akár a, a speciális, ö, ö, már mondjuk emelt szintű ének oktatásnak, vagy mondjuk a speciális egyetemi szintű zene oktatásnak, és az a része, hogy a gyakorlati rész, és hogy a, ennek akár az a része, hogy a stúdiótechnikával és a mai digitális különböző hangmanipulációs rendszerekkel való kapcsolata, az, az, az egy olyan fontos dolog, amit, amit tényleg lenne, érdemes lenne oktatni Magyarországon is. Pont a zene az, ami egyébként tud segíteni, azért én valahogy mindig ezt gondolom, és ez lehet, hogy egy ilyen naív gondolatnak tűnik, de azért mindig, mindig azért azt gondolom, hogy valahogy az, a zene, az zenének tényleg lehet egy olyan ereje, hogy, vagy egy olyan, olyan képviselet, egy olyan, olyan, olyan dolgot, ami, ami összeköti a, társadalmat is azért. Egy, ha, ha csak egy-egy pillanatra, és ha csak egy-egy 5-10 -egy, perc erejéig, amíg szól egy-egy szám. De viszont a zene, a zene maga, önmagában a zene, az, az, az én azt gondolom, hogy képes lehet erre, hogy picit, picit visszaadja a hitet, meg nem csak az, hogy visszaadja a hitet, hanem hogy hidat csináljon az emberek között Igen. ténylegesen. És ez sok keserűség, ami felüljön, a diákok most hazamennek, a diákok, akik vettek a workshopon, mol hangnemben, tehát ilyen, ilyen mm. szomorkással hangzó hangnemben. Mm. Hát mindenki nekiül, majd a kis uh, számítógépes... Uh, a zeneszerkesző szoftvernek is kírják magukból a bánatot, remélem, hogy valami ilyes jól megtörténik. <laughs> Igen, és holnapra mindenkinek dur kedve lesz. Így van, volnapra ami, leggerre. ami, ami vidám, így van. Mm. Hát uh, én nagyon szép. Ez jó meg... végszó, nem egy durha akkord. Nagyon, nagyon kár, hogy nem hárman vagyunk, mert akkor el tudnánk énekeni egy dur akkordot, így ketten, <laughs> ketten nem... nem tudunk el egy dur akkordot. Itt nagyon nehéz. <laughs> hát én megköszönöm a beszélgetést Tövés Házi Ambrusnak, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg mindent. És nem is tudom, hogy már kinek köszönjem meg, úgyhogy nem köszönök senkinek semmit, hanem elbúcsúzunk. További szép napot minden kedves hallgatóknak. Sziasztok! Eszterházi Podcast.